Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Viala számára. Kedves Viala, üdvözöllek téged, ez a te videód, és szeretnéd tudni, hogy hogyan tovább, mi a terve, ő még házas, a fő kérdés az, hogy elválik-e ettől a hölgytől. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a lovas férfi mutatja. Az lehet egy férfi, egy jó barát, egy ismerős, rokon vagy munkatárs, aki őt befolyásolja, de ez a kép jelent mozgást is, egy utazást, sportot, autót, vagy azt, hogy ő szeretne előre lépni, hogy pörögjenek az események, kezébe veszi a dolgokat. Mi a terve? Ezt mutatja ez a levél. Ő ír neked. Ő megírja neked a terveit, vagy vár arra, hogy te nyilatkozz, hogy te írd meg, hogy mi az elképzelésed, mi az elvárásod vele szemben. Ez a levél utalhat egy dokumentumra is, például a válásra. De még ne menjünk olyan messze, nézzük meg, mit mutat ez a jóslás. Mi áll nála a középpontban? Ezt mutatja ez a medve, és szimbolizálja az erőt. Erőre van szüksége, nyugalomra, mert abban van az erő. De az is lehet, hogy ez a medve egy személyt szimbolizál, gyakran egy ügyvédet. És ha ez így van, akkor itt már téma válás van a középpontban, és beszél egy ügyvéddel, hogyan tovább, hogy tudja ezt megoldani. A következő kérdés az, hogy milyen a házassága. Itt kövek vannak az úton, és utal a nehézségekre. Nem érzi jól magát ebben a párkapcsolatban, vagy nehéz döntéseket hozni, nem könnyű a válás. És mi változik nála? Ezt mutatja itt ez a torony, aminek több jelentése is van. De ez a torony utal válásra, mert itt bírósági ügyről is lehet szó. Hogy áll hozzád? Ezt mutatja itt ez a szív. Ez a férfi igazán szeret téged. És a neje, hogy viselkedik a feleség, itt a halak az anyagiakat mutatják. Gyakran ilyen lelki dolgokat, de én azt gondolom, hogy az anyagiak miatt vannak ők együtt. És mit fog ő tenni, ezt mutatja itt ez a kereszt, természetesen jelenthet vallási témákat is, de azt is jelenti, hogy itt a sors utak kereszteződtek, a ti kapcsolatotok nem véletlen, hanem ez a sors könyvében meg van írva. És hogy közeledik hozzád? A ház utal családi kapcsolatra, vagy egy közös jövőre, de arra is, hogy ő óvni akar téged. És mit tegyél? Maradj mellette, vagy keress valaki mást, aki szabad? Itt a kutya a hűségre utal. Maradj hűséges hozzá. De ne évekig, hanem adj neki időt, hogy döntéseket hozzon, de közöld azt is vele, hogy a te életed értékes, és te nem vársz rá évekig. És a jövőt itt, ez a gyűrű, illetve a gyűrűk mutatják
egy házasság. A ház is arra utal. Én most megkérdezném az Ingát, bízhatsz benne, várj rá, amíg ő rendezi a dolgait, és szabad, kialakíthattok egy párkapcsolatot. Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, megéri azt, hogy várj rá. Ha az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ne várj rá. Keres valaki mást, vagy hagyd, hogy téged találjon meg valaki. Amennyiben az Inga megáll, akkor úgy megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz igen, megéri azt, hogy várj rá. Miért? Mert ő szeret téged. Kedves Viala, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!